Sziasztok, Tóth Dani a Site Tech Goldból, és egy számomra régen elfeledett gépet szeretnék megmutatni nektek ma. A célizom csoportunk a kar, azon belül is a triceps, és van egy ilyen szupi gépünk itt egyébként, azt egy kicsit méltatlanul, de elhanyagoltam őt. A triceps gépekhez képest egy meglehetősen kötött pályás a sztori, mert a felkar is meg van támasztva, egy vezetett úton mozog az alkar végig, szóval egy ilyen nagyon kis egyfunkciós történet, viszont nagyon koncentráltan lehet a tricepset dolgoztatni vele. Én ma egykezes verzióban használom a gépet, lehet egyszerre két kézzel is, viszont szeretem a különkaros gyakorlatokat abból a szempontból, hogy ha csak az egyik karra kell koncentrálni, akkor ugye sokkal hatékonyabban tudsz arra az egy oldalra figyelni, mintha egyszerre a két oldalt kell kontrollálni. Az egész gépnél a lényeg a beállítás, hogy hogyan állítod be az ülést, illetve a háttámlát. Nagyon fontos lenne, szerintem, hogy itt van ez a felkartámasz. Ugye a tricepszel kéne rajta támaszkodni, és olyan módon kéne beállítani a háttámlát, illetve ugye az ülés magasságot is, hogy a könyök, ahogy forog a kar, az egy vonalba kerüljön. A gépnek van itt egy forgáspontja. Ezzel a forgásponttal kerüljön egy vonalba, úgy tuti jó lesz a mozgás. Ugye, hogyha másképp helyezkedünk el, mert magasabban ülünk, és a könyökünkön támasztunk, az nem lesz komfortos. Ha nagyon alacsonyan ülünk, akkor nem fog tudni kinyújtani a karunkat. Ha túlságosan előre csúszik a könyök, megint a kinyújtáskor akadályba fogunk ütközni, szóval nem lesz jó ugye az érzés. Tehát mindenképpen a beállítása fontos. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Az ülés magasság egyszerűen állítható. Fölfelé gyakorlatilag magától föl lehet húzni, és bárhol be tud akadni az ülés. Lefelé pedig van itt egy kis kar, ezt fölhúzva le lehet szépen tolni. Tehát bármilyen magasságra könnyedén beállítható. És a háttámla, az pedig egy ilyen rémegyszerű karral lehet változtatni a háttámla helyzetét. Ugye attól függően, hogy kinek milyen vastag a háta, ugye a háttámla hátrébb is tolható, tehát kinek milyen hosszú a karja, de megint csak ezek a dolgok így kiküszöbölhetők. Azt gondolom, hogy szinte bármilyen testmérethez be lehet állítani a gépet. A fogantyú úgy van kilakítva, hogy gyakorlatilag kalapácsfogásban kell tartani a gépet, ami abból a szempontból is jó, legalábbis én szeretem, mert a megnyúlás egy picit jobb a tricepsnek, illetve nekem ez a fogás abszolút könyökkímélő. Ami triceps gyakorlatoknál egy ilyen sarkalatos kérdés, hogy mennyire fáj a könyökünk az adott gyakorlattól. Kalapácsfogású triceps, akár a köteles letonás is szerintem sokkal kímletesebb a könyöknek. Amit szeretek a gépbe, hogy bár rásegítő nincsen, hogy kiemeljük a kart, viszont nagyon jól van kialakítva, nagyon meg tud nyúlni a triceps. Teljes mozgástartományt tesz lehetővé, mert még ebben a pozícióban is folyamatosan feszül a triceps. Tehát nem tettem még le a súlyt, ezt ugye így tartanom kell. Nekem fontos a tricepsnél is a minél nagyobb mozgástartomány, ugye akkor dolgozik jobban az izom. És ami egy plusz kis, hát most extra, de igazából ennél a gépnél azt mondom alapkövetelmény, ez a kis oldalsó párna nem engedi szétcsúszni a felkart, nem engedi kicsúszni, neki lehet feszíteni a karodat, és tényleg csak egy irányba, egyféleképpen tudod mozgatni a karodat.